Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Király Noémi vagyok. Ma szeptember 4-e van, a rozáliák ünneplik névnapjukat. 184 éve Samuel Morse bemutatta távíróját a New York-i egyetemen, 28 éve pedig Kenderesen újra temették Vitéz nagybányai Horthy Miklós ellentenger nagyot. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei címszavakban. Folyamatosan romlik a járványhelyzet Szerbiában, 19 újabb személy meghalt. Szent István szobrot avattak a temerini Szent Rozália templom udvarában. Szerb állami kitüntetést kapott Sebastian Kurz osztrák kancellár. Tűzoltó napot tartottak Padén, sütöttek, főztek, versenyeztek a lánglovagok. Szép időre van kilátás Vajdaságban az elkövetkező napokban, csapadék nem lesz. Jelentősen emelkedik a koronavírusban elhunytak és a lélegeztetőgépen kezeltek száma Szerbiában. 19 újabb személy halt meg a fertőzés szövődményeinek következtében, míg újabb 3497 betegnél mutatták ki a koronavírust az országban. Az 1500-hoz közelít azok száma, akik kórházi ellátásra szorulnak Szerbia szerte, és 93 személyt kezelnek lélegeztetőgépen. A járvány kezdete óta hivatalosan 7358-an veszítették életüket a fertőzés szövődményeinek következtében. Zlatibor Lončár szerb tárcavezető azt nyilatkozta, kötelezővé nem teszik majd az oltás felvételét, ugyanakkor újabb járványügyi szabályokat várhatóan bevezetnek az országban. Drasztikusan átalakult a járványhelyzet Szerbiában. Az előző hullámokhoz képest most súlyosabb klinikai kép jellemző a pácienseknél. Erről beszélt a szerb köztévében Milika Anšanin, a szerbiai klinikai központ igazgatója. Hozzátette, a súlyos betegek közül a legtöbben nem vették fel a koronavírus elleni védőoltást. Azt, hogy romlik a járványhelyzet Szerbiában, alátámasztja a COVID-rendelőkben növekvő vizsgálatszám, valamint a kórházi kezelésre szorulók emelkedő száma. Felhívta a figyelmet arra is, hogy sokan otthon kezelik magukat, és esetükben megnő az esélye annak, hogy a betegség súlyosbodik, ugyanis nem kapják meg a megfelelő terápiát. Jelenleg az elvégzett tesztek megközelítőleg 22%-a bizonyul pozitívnak, ami rendkívül magas szám, részletezte a klinikai központ igazgatója. Már 102 koronavírusos beteget kezelnek a csütörtökön átadott újvidéki COVID-kórházban, jelenti a helyi sajtó. A betegek közül 9-en szorulnak mesterséges lélegeztetésre. A Vajdasági Klinikai Központban már nem kezelnek COVID-os beteget, akik ott lábadoztak eddig, őket átszállították a Miselukváros részben található új kórházba. A sajtó jelentése alapján a tervek szerint a tartomány területéről az összes fertőzött beteget itt kezelik majd az elkövetkező időszakban. Az új COVID-kórház több mint 600 férőhelyes. Egyre többen veszik fel Szabadkán a koronavírus elleni védőoltás harmadik dózisát. Az Újvárosházán lévő oltóponton időszakosan ugyan kialakulnak kisebb sorok, de zökkenőmentes a vakcinák beadása. A készlettől függően elérhető mind a 4 oltóanyag Szabadkán, vagyis a Sputnik, a Pfizer, a Sinopharm és az AstraZeneca vakcinája is. A hétvégén továbbra is zajlik a lakosság immunizálása Szabadkán, az Újvárosházán kialakított oltóponton, ahol a készlet erejéig mind a 4 oltást lehet igényelni. Hétköznap reggel 8-tól este 8-ig, valamint hétvégén délután 2-ig lehet érkezni az oltakozóknak. Szombaton a legtöbben a védőoltás harmadik dózisáért érkeztek az oltópontra. Vojnić Stipán 2 Sinopharm után a Pfizer vakcináját vette fel. To je jedina odbrana od korone. To drugo ne možemo ništa. Tako da ja svakom bi savjetovao neka primi. To se mora, nauka je otišla daleko i moramo slušati. A ima žalosno je puno na televiziji govore nestručnjaci. Márton Ilona is szombaton kapta meg az oltás harmadik dózisát. Elmondta, számára rendkívül fontos, hogy megőrizze egészségét és tudjon találkozni külföldön élő szeretteivel. Azért tartom fontosnak, hogy ne legyek beteg, ne kerüljek kórházba, a gyerekeim távol vannak, jönni-menni bírjanak hozzám is, és én inkább minden 6 hónapban félveszem, csak ne kelljen kórházba kerülni. Ön melyik fajtát vette fel? A Sinopharmot vettem 2, semmi utóhatás nem volt, észre se vettem, most megint azt kapom.
Szabadkán az elmúlt időszakban egyébként romlott a járványhelyzet. A kórházban ápoltak száma 20 körül alakul, míg az északbácskai körzetben az elmúlt napok jelentései alapján 30 fölé emelkedett a naponta regisztrált fertőzöttek száma. Megérkezett Szerbiába a Sinopharm koronavírus elleni védőoltásának előállításához szükséges első nyersanyagszállítmány. Európában Szerbia lesz az első ország, amely a kínai vakcinát fogja gyártani, jelentette ki Chen Bo, Kína belgrádi nagykövete a Nikola Tesla reptéren. A védőoltás gyártása a Hemopharm gyógyszeripari cégben zajlik majd, ahol a tervek szerint októberig zajlik majd a gyártási folyamat tesztelése, emelte ki Zlatibor Lončár. Szerbia egészségügyi minisztere hozzátette, hogy az év végéig 6 millió kínai védőoltás előállítását tervezik Szerbiában. Szeptember 9-én kerül sor az új vakcinagyár alapkövének letételére, amelynek a jövő év első negyedévének végére kell elkészülnie, emelte ki a tárcavezető. Lončár hozzátette, hogy Szerbia készen áll a koronavírus elleni küzdelemre, és reméli, hogy ebben az ország polgárai is partnerek lesznek és beoltatják magukat. Szent István szobrot avattak a Temerini Szent Rozália templom udvarában. Az alkotást Zserdin Antal Gellért, a perui San Ramon missziós püspöke szentelte fel, leleplezésében pedig részt vett Pirityini Szabó Judit, a Magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője is. Ma van egyébként a Temerini templom búcsúja is. A Temerini Szent István szobor Szundyi László tavaly elhunyt testveres atya ötlete volt. A megvalósítást az Impresszum Polgári Egyesület kezdeményezte. A szobornak az alkotója Dudás Sándor, topolyai származású csongrádi szobrászművész. Ő sajnos betegsége miatt nem lehet itt. A technikai munkát, magát az öntést a szabadkai palicsi Antal öntőde vállalta, és közben a helyi vállalkozók is be voltak kapcsolódva. Egész Loznicából hoztuk a követ, kézbetont vettünk, tehát mindenféle peripétia volt, hogy ez a szobor elkészült, de ha utolsó pillanatban is tegnap este 4 órakor, illetve délután 1 órakor már állt a helyen. Egy szobor felavatása mindig ünnepi és örömteli pillanat. Nemrég Kishegyesen avattak Szent István szobrot, most pedig Temerinben. A temerinieknek különleges küldetésük van, hangsúlyozta Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke az avatón. Egy olyan közösségről van szó, amely egy választóvonalon helyezkedik el, ahol egyszerre kell magyarnak helytállnia lenni, egyszerre kell úgy megőrizni a közösségét, hogy mások ezt az értéket elfogadják, és ha kell, akkor hát bizony meg kell mutatni erővel is azt, hogy itt magyarnak nem könnyű lenni, de mégis büszke magyarok élnek Temerinben. A szobrot szeptember 4-én a Szent Rozália napi templom búcsú ünnepi szentmisét követően a plébánia templom kertjében avatták fel. A szobrot Zserdin Antal Gellért, a perui San Ramon missziós püspöke szentelte fel. Habár kimondom, hogy ki vagyok, még ha kell, akkor mutatok sok mindent, de általában az mindig háttérben van, és a zövékét kell fejleszteni, még minden. De amikor hallok egy ilyen éneket, akkor sokszor jól föl kell tenni a féket, hogy ne hasson annyira, hogy elsírjam magam, vagy valami. Az avató ünnepségre alkalmi műsort is szerveztek, ahol a helyi kórusok is felléptek. A Muzsiai Mária Szent Neve plébánia templom udvarában ma tanévnyitó oratóriumot tartottak. A kellemes időben sokan ellátogattak az egésznapos foglalkozásra. A fő hangsúly ezúttal is a játékon volt, ami mostanában a legjobban hiányzik a legkisebbeknek. Sorakozóval és katekézissel kezdődött az oratórium, az animátorok pedig játékokkal próbálták lekötni a gyerekek figyelmét. Ez nem volt nehéz, hiszen sok muzsiai gyerek kicsikora óta részt vesz ezeken a foglalkozásokon. Én itten úgy gondolom, hogy harmadszorra vagyok, vagy negyedszerre, nem tudom. És amit itten szerettek legjobban csinálni, az a trotinétezés. Itt vannak a barátaim, és itten nagyon jól lehet eljátszani.
Animátorok népes csapata foglalkozott a gyerekekkel, különösképpen a legkisebbekkel. Én szerintem már óvodás koromban is jártam oratóriumra, és minden évben eljöttem egész végig hetedikes koromig, és akkor aztán pedig egy animátor képzőn vettem részt, és azután pedig minden oratóriumon, amin részt tudok venni, itt vagyok. A múzsei plébánián már rég felismerték azt, hogy sok gyerek nem tudja hasznosan tölteni a szabadidejét, ezért évente több oratóriumot is szerveznek. A kényszer szünet után a nyáron sikerült újra megszervezni egy 4 napos találkozót. Az is teltház volt, rengeteg gyerek jött, és élvezték a játékokat, a foglalkozásokat, tehát hiányzott nekik a mindennapi életükből ez az oratórium, hogy jól érezzék magukat, hogy legyenek lefoglalva, és hasznosan töltsék az időt. Az eseményre telefonok nélkül érkeznek a gyerekek, de az animátoroknál sincsen. Természetesen, hogyha valami gond vagy baj történik, a szülő telefonszáma megvan nekünk, és azt rögtön értesítsük. Tehát ami az elektronikát illeti, ami telefonokat illeti, ennyi nagyjából a kommunikáció. Itt teljesen mindenki gyerek lehet. Tehát ez egy család, ez egy közösség, ahon én is, tehát az animátorokon is látszik, és még a gyerekeken is, hogy nagyon jól érzik magukat, és ez nagyon fontos. Ezúttal is sok volt az alsós, ami azt mutatja, hogy a szülők szívesen engedik a gyerekeket a foglalkozásokra. A nyári és téli oratóriumokra évente több száz gyerek szokott elmenni, köztük a legtöbb visszajáró. Holnap kezdődik az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Budapesten. 1938 után ismét Magyarország ad otthont a Katolikus Világegyház egyik legnagyobb rendezvényének. A magyar közszolgálati csatornák amellett, hogy a helyszíneken követik az eseményeket, új műsorokkal, ismeretterjesztő és kulturális tartalmakkal is készülnek, nem csak hívőknek. A kongresszus főbb eseményeit a Pannon Televízióban és a Szabadkai Magyar Rádióban is követhetik. Holnap a tévében 20:35-től láthatják felvételről a nyitó szentmisét, míg az egy hét múlva szeptember 12-én esedékes zárómisét és pápai látogatást élőben követhetik a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannon Televízióban is. Állami kitüntetést adományozott Alexander Vučić Sebastian Kurznak. A szerb államfő beszédében elmondta, megtiszteltetés számára, hogy a legmagasabb állami kitüntetést ajándékozhatta az osztrák kancellárnak a két ország baráti kapcsolatainak fejlesztésében és megerősítésében elért eredményeként. A Kurz egyébként ma munkalátogatásra érkezett Belgrádba. Állami kitüntetést adott át Alexander Vučić Sebastian Kurznak Belgrádban. A szerb államfő beszédében hangsúlyozta, Szerbia számára fontos, hogy a nehéz helyzetekben, mint amilyen a koronavírus okozta járvány, illetve a migráció kérdése számíthat Ausztria segítségére. Az afganisztáni helyzet kapcsán elmondta, Szerbia 100-150 menekültet tud befogadni. Srbija svakako neće biti, pokazat ćemo svoju solidarnost prema svima, ali svakako nećemo biti nikakav parking za izbjeglice i dogovarat ćemo se i sa Sebastianom i sa Austrijom i sa svim drugim zemljama, dakle, sa svim našim susjedima, kako i na koji način da reagujemo. Az elmúlt években nagy kihívás elé állította Európát az illegális migráció, szögezte le Sebastian Kurz. Az osztrák kancellár hozzátette, Szerbia jelentősen hozzájárult ehhez a küzdelemhez. Ljudi koji napuštaju Afganistan treba da budu zbrinuti u susjednim zemljama. Stoga smo mi i u kontaktu sa zemljama u regiji. U ovom trenutku, ukoliko postoje talasi izbjeglički, postoje prvenstveno unutar Afganistana, ali ukoliko oni postoje i prema drugim zemljama, onda je bitno da ti ljudi budu zbrinuti u susjednim zemljama. Kurz továbbá hangsúlyozta azt is, hogy Ausztria elkötelezett Szerbia európai perspektívája mellett. Mint mondta, boldogok, hogy Ausztriában sok olyan Nyugat-Balkánról származó ember él, aki hozzájárul a társadalmuk fejlődéséhez.
Montenegróba utazott a szerb pátriárka. A kétnapos látogatás az első útja Porfiriének a tengerparti országba, mióta megválasztották a szerb egyház vezetőjének. A pátriárkát a podgoricai reptéren egyházi elöljárók fogadták. 18 órától a Krisztus feltámadása székesegyháznál fogadják ünnepélyesen, majd doxológiát tartanak. A pátriárka a Joannikije Montenegró tengermelléki metropolita holnapi beiktatása miatt utazott Podgoricába. Huligánok randalíroznak a montenegrói Cetinje bejáratánál. Áttörték a rendőrségi blokkádokat, majd elzárták a város bejáratánál lévő körforgalmat is. Törmelékeket és köveket borítottak az útra. A Novosti információi szerint akkor alakult ki a zavargás, amikor megtudták, hogy Porfirije szerb pátriárka Montenegróba érkezett Joannikije Montenegró tengermelléki metropolita beiktatására. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó folytatásában. Vakanalat ragadott ma délelőtt Nosza apraja és nagyja. Győzelemmel startolt Szerbia U19-es labdarúgó válogatottja a Stevan Bilotić Kele emléktornán. Intenzív a hétvégén a forgalom a szerb-magyar határszakaszon. Az előző hétvégékhez képest talán kevesebben várakoznak napközben, ennek ellenére időszakosan megnövekedett a veszteglési idő. A Horgosi autópálya határátkelő helyen reggel 3 óra volt a várakozási idő, ez a későbbiekben mérséklődött. Torlódás alakult ki Kelebiánál és Királyhalomnál is napközben. Azok az utazók, akik biztosra akarnak menni, válasszák a kevésbé frekventált közúti átkelőket, mint amilyen a Gyálai, Bajmoki és Rábéi. Az aktuális helyzetről a Szerbiai Automotoros Szövetség és a Magyar Rendőrség honlapján, valamint a közösségi oldalak határfigyelő csoportjaiban tájékozódhatnak. Gyalogos gázolás történt Szabadkán tegnap. A Matija Gubec és a Maxim Gorki utca kereszteződésénél az autó 72 éves sofőrje rosszul lett, elvesztette uralmát a gépjármű felett, és neki hajtott egy 76 éves asszonynak, aki a zebrán szeretett volna átkelni. Az autó sofőrje a baleset során neki hajtott a fémkerítésnek, majd az idős asszonynak, az ütközés következtében pedig az autó egy a közvetlen közelben lévő kombinak csapódott. A balesetet előidéző sofőrt újra kellett éleszteni, és miután orvosi ellátásban részesült, megállapították, hogy könnyebb sérüléseket szenvedett. A 76 éves asszonyt súlyos sérülésekkel a sürgősségi osztályra szállították. Tűzoltással kapcsolatos versenyszámokban mérték össze tudásukat a Padélyi Tűzoltónap résztvevői. Főzőversenyt is tartottak, így a határon innen és túlról érkezett csapatok szakácsai is megmérkőztek. Élő muzsika kíséretében tejfölös lángost majszoltak azok, akik nem tudták kivárni az üstökben rotyogó babgulyást a Padélyi Önkéntes Tűzoltók találkozóján. Jaksa Kornél már majdnem 3 éve oszlopos tagja az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. Azért döntöttem így, mert 3 éve ezelőtt, decemberben pont nálunk, a saját családi házunkban egy tűzeset történt, és ha nem lettek volna fiúk, akkor a házunk úgymond elveszett volna, és ezután döntöttem úgy, hogy én is társulok a Tűzoltó Egyesülethez. A határokon átívelő jó viszony ápolása évről évre padéra csalogatja az Anyaországi Földák Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapatát. Idén 18 taggal érkeztek a Vigasságra, míg a tekeverseny számban is remekeltek. Közel 10 éve vagyunk kapcsolatban a Padélyi Önkéntes Tűzoltókkal, nagyon szeretünk ide járni, ők is sűrűn jönnek hozzánk. Én fontosnak tartom személy szerint a határon túli magyarsággal való kapcsolattartást. Erdélyben is van tűzoltóegyesülettel kapcsolatunk, illetve Felvidéken is van egy magyar településsel kapcsolatunk. Ezeket mindig ápoljuk évről évre, és szeretünk eljönni ide Padélyra. A találkozót idén szervezte meg 5. alkalommal a Padélyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Ez azért van, azért szoktuk csinálni, meg azért csináljuk, hogy az embereink, a legények, a fiataljaink ne csak a tűzzel, ami ugye szent dolog, hanem foglalkozzunk, meg barátkozzunk a tűzoltósága is, de a tűzoltáson kívül. Na most ez mit jelent? Azt jelent, hogy játszunk itten különböző játékokat, ami a tűzoltásnál mink használunk gyakorlatban, meg a bevetéskó. A Padélyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1934 óta létezik.
43-an jelentkeztek idén a Szent Tamási szántó versenyre. Míg a versenyzők szántottak, a gyerekek sportversenyeken és kézműves foglalkozásokon vehettek részt. Bemutatták a hagyományos szántást lóval és kéziekével is az érdeklődőknek. A traktorok felvonulásával kezdődött a rendezvény. A gépek a helyi közösség épületétől a központon keresztül a versenyhelyszínéig arra szóltak. A felvonuláson 56 traktor vett részt. A versenyre idén 43-an jelentkeztek. Nemre és korra való tekintet nélkül bárki benevezhetett. A 93 éves Lazar Antić, a verseny legidősebb résztvevője, már az első versenyen is részt vett. Ezt traktor i plug. Traktor je 88 godine. Došao kod mene potpuno nov. Serpőző László Szent Tamási termelő harmadik alkalommal versenyzett, előző években a lánya nevezett be. Nem bonyolult, hát jó van. Vannak itt különböző dolgok, amit tudni kell, vagy nem egyszerű szántás, mint odahaza. Itt azért osztályoznak mindent. Hát nehéznek, nem nehéz, hát csak oda kell figyelni. A versenyzők minden évben három kategóriában versenyeznek, mondta el Slobodan Subić, a rendezvény szervező bizottságának elnöke. Takmičari su raspodeljeni u tri kategorije. A kategorija jednobrazni, dvobrazni plugovi, B kategorija trobrazni plugovi klasični ili plugovi obrtači i C kategorija četvorobrazni i veći plugovi klasični ili obrtači. Ono u čemu se sastoji takmičenje je otvaranje brazde, čini mi se pravac brazde, dubina oranja, slaganje brazde i tehnika okretanja. Amíg a traktorosok versenyeztek, a közönségnek bemutatták a hagyományos lóval és kéziekével történő szántást is, a legkisebbek számára pedig sportversenyeket szerveztek. Fakanalat ragadott Nosza népe. A Nosza hajrá süssünk, főzzünk elnevezésű rendezvényen 13 versenycsapat indult és méretette meg főző tudományát. Minden csapat szabadon dönthetett, milyen húsból készíti az ételt. A szakácsok körében a marha, birka és csirke paprikás volt a nyerő. Szombat délben már javában rotyogtak a paprikások és pörköltek itt a Noszai iskola udvarban. A rendezvényre a falu apraja nagyja ellátogatott. Masa Ilona minden évben részt vesz a főzőversenyen, most barátai kérésére marha pörköltet készített. Marha pörköltet főztünk, és most főzzük hozzá a krumplit. És elmeséli nekem, hogyan készíti? Hát hagyományosan, megfőzzük, megpároljuk a hagymát, fölöntsük és főrakjuk a húst hozzá, és így főzzük a pörköltet hagyományosan. Kis János nagymamájától tanult marha pörköltet főzni. A rendezvényen bemutatta tudását. A hagymát megpirítjuk, megpörköljük, aztán teszünk rá borsot, azt is egy kicsit fölébresszük, utána paprikát, egy picit megpörköljük. Nem a teljes mennyiségű paprikát, vagy valamennyit, hogy ne keseredjen meg, aztán enyhén fölöntsük, és belemegy a hús. Aztán annyi vizet teszünk rá, hogy ellepje a hús, és akkor fűszerezzük. Ki mivel szereti. Sokan tiltakoznak a babérlevél ellen, vagy ilyesmi, én teszek bele azt is, szemesborsot, fokhagymát is teszünk. A rendezvényt mindig a Noszai templom védőszentje, Szent Ágoston napjához, augusztus 28-ához legközelebb eső hétvégén tartják. Ez a rendezvény már hagyományossá vált most itt nálunk, mivel hogy az idén 14. alkalommal szerveztük meg. A történet úgy kezdődött valamikor, hogy a fiatalok összejöttek, ugyanígy augusztus végén, akkor még, és csináltak egy kis főzést. De ő csak maguk közt. A következő évben pedig már főzőversenyt szerveztünk. A fontossága pedig az, hogy ez egy kis falu, egy nagyon kicsi most már, hogy úgy mondjam, és ezzel az egy alkalommal tudjuk összehozni a falu lakosságát. A noszai eseményt a szabadkai önkormányzat is támogatta. Tavalyi rendezvény sajnos meghirdetésre kerültek, kiírtuk a pályázatot, de viszont nem bírtuk a rendezvényeket megtartani a vírushelyzet miatt, úgyhogy külön örülök annak, hogy az idén sikerült. Az eseményt kötélhúzás és művelődési műsor zárta.
A hertelendi falvi Biszak Toni és családja többször is külföldön próbált boldogulni, míg végül visszatérve Szerbiába a Prosperitáti Alapítvány támogatásának köszönhetően asztalos műhelyt nyitott. Biszak Toni a 90-es évek elején Magyarországra költözött családjával, és ott, mint alkalmazott, találkozott az asztalos munkával. Először mesterétől tanulta a szakmát, majd később autodidakta módon fejlesztette magát. Visszatérve Szerbiába, a múlt év folyamán a Prosperitáti Alapítvány támogatásával sikeresen befejezte a startup tanfolyamot, majd a második körben megnyert támogatásból korszerű gépet vásárolt és új vállalkozásba kezdett. Beszerettünk volna zárni egy ilyen kört, tehát, hogy saját tervezésű bútorokat tudjunk készíteni, hogy ne függjünk másoktól, tehát, hogy önállósuljunk, tehát minden téren. Ami azt jelenti, hogy több gépre van szükség, egy jó műhelyre. Tehát ez egy ideiglenes helyiség, amit most így azért csak amennyire, annyira karba tettünk, hogy lehessen használni, de tervünkben van azért egy nagyobb műhely megépítése is. Az újonnan beszerzett géppel a mester a legigényesebb egyedi megrendelésnek is eleget tud tenni. A munkában segítő társa és tanácsadója, házastársa, aki női szemmel másként látja az egyéni tervezésű bútordarabokat. Van olyan is, hogy konkrét ötletekvás van, hogy ránk bízzák a dolgokat. Úgyhogy sokszor van olyan, hogy meg kell jól gondolkozni, meg kell jól tervezni, hogy megtetszik-e nekik az, vagy beleegyeznek-e, hogy minden úgy el van-e képzelve, hogy ők elképzelték. Hát az nehéz az emberekkel dolgozni, mert nagyon-nagyon oda kell figyelni, és meg pontosan megtudni, hogy mit tetszik neki, mit képzelt el. A Biszak házaspár munkáját ismerők személyes ajánlása a legjobb reklám a beindult vállalkozáshoz. Reményeik szerint hamarosan egy új munkahelyet is tudnak biztosítani. Péntek délután mutatták be Magyar Kanizsán a Dobó Tihamér képtárban Szécsi Zsolt, Én mög vagyok a betyárok királya, Rózsa Sándor Vajdaságban című könyvét. A Monda gyűjtemény 40 történetet dolgoz fel Rózsa Sándorról. A gyűjteményben vajdasági adatgyűjtők, tanárok és nem utolsó sorban az idősebb generáció által elmesélt mondák kaptak helyet. A kiadvány megjelenését Magyar Kanizsa község önkormányzata támogatta. A Monda gyűjtemény bárki számára elérhető és ingyenesen letölthető a vajdasági digitális adattár adatbázisából. Nagy róka volt a Rózsa Sándor, mert azt terjesztette magára, hogy szőke volt közben, nagyon finn, nagyon is fekete volt, vagy fekete bajuszú volt, tehát valóban értette ehhez a betyársághoz. Természetesen a fiatalságot is kell, hogy érdekelje, mert magának az élete is olyan kalandos, ami akár egy hollywoodi filmben is beleérlik, tehát mondjuk ugye a serdülő korosztályt megérintve, másrészt pedig a monda, tehát a mondák, amiket a paraszti romantika kiszínezett, szinte majdnem mesébe élő történetek ki formálta, az pedig a fiatalabb korosztályt érdekli. Szeptember 2. és 5. között tartják a 92. ünnepi könyvhetet Budapesten. A Vörösmarty tér és a Dunakorzó hatalmas könyvvárossá alakult, ahol 150-nél több könyvműhely kínálja portékáját. A rendezvényen a vajdasági írók, költők, szerzők könyveit is megvásárolhatják az érdeklődők. Hatalmas volt a nyüzsgés a Vörösmarty téren és a Dunakorzón pénteken délután. A rengeteg könyv és stand között a vajdasági szerzők is helyet kaptak. A Fórum Könyvkiadó Intézet eseménye a 92. ünnepi könyvhét programjaként valósult meg. A vajdasági magyar könyvkiadók standján a többi között ott volt Pap Árpád Délszlávok Párizsban című könyve is, amely a trianoni béketárgyalást délszláv szempontból közelíti meg. A szerb, illetve jugoszláv források alapján történt a könyv történeti vázának a felállítása, a felépítése. Ez a váz egészült ki olyan néprajzi dokumentumokkal, amelyek gyakorlatilag rávilágítanak arra, hogy a Párizsban hónapokig tartó béketárgyalás és béke előkészítés délszláv dokumentumai és délszláv tervezete hogyan állt össze. Bozsik Péter Behódolt tartomány című verses kötete a szerző versei mellett versfordításait is tartalmazza.
mégpedig Alekszandár Tisma, Miodrag Pavlovics, Sztevan Tontics és Josip Oszti műveit. Főleg olyanokat választottam ki a fordítottak közül, akik nincsenek fönt a neten. Tehát valamilyen szempontot kellett találnom, és akkor úgy döntöttem, hogy a Tontics és az Oszti mindenképpen benne lesz. Ők Szarajevóból menekültek el a Szarajevó ostroma alatt. Orcsik Roland kötetében közéleti versek és családi versek is megtalálhatók. A könyvnek a Legalja címet adta. Ez a cím egyszerre ironikus és egyszerre halálosan komoly, és tulajdonképpen pontosan reflektál ilyen szempontból arra, hogy milyen közállapotok vannak egyrészt a magyar kultúrában, magyar társadalomban, és itt Magyarországra, és természetesen nem csak Magyarországra, hanem határon túli kultúrákra is lehetne gondolni. A vajdasági magyar könyvkiadók standján még számos szerző könyvét vásárolhatták meg az ünnepi könyvhétre kilátogatók. Emellett a standoknál, a színpadokon, a dedikáló asztaloknál újra találkozhattak a szerzők és az olvasók. Tavaly ugyanis a koronavírus járvány miatt elmaradt az esemény. Zavartalan napsütésre számíthatunk szeptember első vasárnapján. Gomoly felhőképződés azonban még várható a sok napsütés mellett, amelyekből napközben csapadék nem valószínű. Térségünk felett anticiklon alakítja időjárásunkat, ezért jelentős változás nem várható a napokban. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 12 fok között alakul. Az északkeleti szél olykor megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 21 és 27 fok között valószínű, így lesz ez a jövő hét első pár napjában is. Két újabb érem a szerb sportlövőknek a paralimpián. Dragan Ristić aranyérmes, míg Zdravko Savanović ezüstérmes lett a 20 méteres légpuska számban Tokióban. Ristić a döntőben 252,7 körös teljesítményével új világrekordot állított fel, míg Savanović 250,1 kört lőtt a fináléban. Dragan Ristićnek ez már a második aranya a tokiói paralimpián, mivel már szerdán megnyerte a 10 méteres légpuska számot is. A sportlövőknek Alekszandár Vučić Twitter üzenetben gratulált. Szerbia elnöke kiemelte, hogy a két sportoló óriási örömöt szerzett Szerbiának. Hozzátette, mi egy kis ország vagyunk, amit ti tesztek nagyjá. A szerb paralimpiai csapat eddig 6 érmet szerzett Tokióban, 2 aranyat, 3 ezüstöt és 1 bronzot. Bronzérmet nyert a kajakos Varga Katalin K1 200 méteren a tokiói paralimpián. A 35 éves magyar kajakos, aki 5 éve 5. volt a riói paralimpián, idén pedig ezüstöt nyert az Európa-bajnokságon. A magyar küldöttség 16. érmét és a 4. bronzot szerezte. Győzelemmel startolt Szerbia U19-es labdarúgó válogatottja a Stevan Vilotić Tjele emléktornán. Idén a szerbek mellett a megmérettetésen szerepel még a magyar, az azeri és montenegró korosztályos labdarúgó csapata is. Az emléktorna meccseit idén 4 vajdasági településen játsszák, Szabadkán, Zentán, Topolyán és Kúlán. A Szabadkai Városi Stadionban Szerbia-Azerbajdzsán meccset rendeztek pénteken. A meccsen a szerbek egyértelműen jobban akarták a győzelmet. A 12. percben Nikola Mitrojević góljával már 1-0-ra vezettek is. A második félidőben 2 gólt láthatott a közönség. A 66. percben Ognjan Ajdar lőtte be a szerb csapat második gólját. Majd a 70. percben szabad rúgásból az azeriek szépíteni tudtak. Bili smo bolji, diktirali smo celu utakmicu. Prvo poluvreme smo imali 300-400% šanse što smo morali da iskoristimo, ali nema veze, uvijek može bolje. I idemo sljedeću utakmicu da pobedimo i da budemo bolji od Crne Gore. Az Európa-bajnokságra való kijutása a legfontosabb célja a szerb U19-es labdarúgó válogatottnak, mondta a meccs után a csapat edzője. Dejan Brankovic elmondta, a Stevan Vilotić Tjele emléktornán igyekeznek javítani a csapat összhangon is.
I u drugom poluvremenu smo se trudili sa dosta izmena i nekih novih igrača. Imamo sedmoricu novih igrača sada na ovom turniru gde hoćemo da jednostavno sklopimo tim koji će biti najbolji za predstojeće kvalifikacije. A Stevan Vilotić Csele emléktorna keddig tart, ekkor játsszák majd a döntőt Szabadkán. 2-1-es eredménnyel zárult a TSC pályaavató mérkőzése tegnap a magyarországi Ferencváros csapata ellen. A meccs résztvevői az újonnan átadott pálya szépségét, minőségét hangsúlyozták a játék után. Az arénát egyébként úgy alakították ki, hogy az a jövőben más funkciókat is ellásson. A pályaavatón a TSC és a magyarországi FTC lépett pályára. A végeredmény 2-1 lett a topolyai csapat javára, így az avató kiválóan sikerült. A végeredménnyel elégedett volt a hazai csapat. A meccset Bocskai Bertalan a TSC játékosa is értékelte. Nagyon jól játszottunk szerintem, ez az eredményt is. Az eredmény is mutatja, ugye 2-1-re tudtunk nyerni a Fradi ellen, ami mindenképp jó. Ember hátrányban szép gólokat rúgtunk, egyébként tök szervezetten játszottunk és felvettük abszolút a versenyt. Nagyon jó meccs volt. A pálya egyébként a legkorszerűbb felszereltséggel rendelkezik, nem csak szerbiai, regionális viszonylatban is egyedülálló. Vécsei Bálint az FTC játékosa a focipálya minőségét méltatta, habár ez most nem az ő csapatuk játékát mozdította előre. Megvoltak a helyzeteink ahhoz, hogy megnyerjük a mérkőzést, hogy vezetést tudjunk szerezni, de hát sajnos ilyen a futball, hogy ők berúgták a végén azt a helyzetet, amit mi előtte kihagytunk, volt kapufánk is, úgyhogy nyilván az eredménnyel nem vagyunk elégedettek, de a mesterhelés az mindenképp jót tesz a csapatnak. Nem csak a TSC számára volt nagy nap a tegnapi, hanem az egész szerbiai labdarúgás számára, mondta a mérkőzést követően Jelacsics Spasoje, a TSC segédedzője. Današnja utakmica i celokupno izdanje zaista jedan veliki spektakl i koji smo ukrasili zaista sa sjajnim golovima i sa sjajnom pobedom i sve čestitke naravno i našim igračima i još jednom velika zahvalnost igračima Ferencvaroša koji su došli da nam ulepšaju otvaranje našeg velelepnog stadiona. Péter Stöger, a Ferencváros vezetőedzője szerint megfelelő kvalitású játékossal rendelkezik a TSC, amely a játék során meg is mutatkozott. It was a nice match, I think. A match with a lot of chances for scoring on both sides. We had a lot of young players here. And it was an experience for them. I'm quite happy with the match. 1-1 would have been nice, but I think it's okay that the home team in the stadium would win 2-1, so congratulations. Palágyi Szabolcs, a TSC vezérigazgatója szerint a 2-1-es győzelem titka az volt, hogy a TSC végig nagyon motivált volt. Ez a győzelem, ez nagyon fontos számunkra, mert hát ez volt a megnyitó, és ez volt az első mérkőzés ezen a stadionon, és ezt fogják írni, jegyezni egy olyan csapat ellen, aki jelenleg én azt mondom, hogy a környező országokat, ha nézzük, az egyik legkomolyabb csapat. Mivel az Európai Labdarúgó Szövetség hármas besorolásúnak ítélte, így a stadionban lehetőség lesz nemzetközi meccsek lebonyolítására is. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer címszavakban. Folyamatosan romlik a járványhelyzet Szerbiában, 19 újabb személy meghalt. Szent István szobrot avattak a temerini Szent Rozália templom udvarában. Szerb állami kitüntetést kapott Sebastian Kurz osztrák kancellár. Tűzoltó napot tartottak Padén, sütöttek, fűztek, versenyeztek a lánglovagok. Szép időre van kilátás Vajdaságban az elkövetkező napokban, csapadék nem lesz. Köszönjük a figyelmüket! Ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el a pannonrtv.com-ra, itt még több hír várja önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is. Szép estét, viszontlátásra!